Nagy Dorog és Bikács újházi orvosa és családja beköltözhet az újonnan épült 216 négyzetméteres szolgálati házba. Egy energetikailag teljesen modern épületet sikerült megépíteni. Az ingatlan minden igényt kielégítő, a melegről és a hűvösről hőszivattyú gondoskodik, de a padlófűtés is szolgálja a használók kényelmét. Magyar Falu programon keresztül településünk elnyerte az orvosi szolgálati családi házra építésére ezt a keretösszeget, és orvos megtartó szerepe van, úgy gondolom, hiszen minden település örülhet, hogyha orvossal rendelkezik, és ez a mai világban elég nehéz. Nagy Dorog és Bikács településen a házi orvosi praxis az éveken keresztül betöltetlen volt, és most dr. Bájer Gábor személyébe sikerült házi orvost találni a két településnek. Úgyhogy reméljük, hogy nagy örömmel veszi birtokba a doktor úr és kedves családja az épületet. Az ingatlan megépítésénél 380 millió forint keretösszegből gazdálkodhatott az önkormányzat a Magyar Falu programnak köszönhetően. Süli János, a térség országgyűlési képviselője azt mondja, a kormánynak az volt a szándéka, amellett, hogy anyagilag is támogassa ezeket a célokat, hogy az épület akár 50-100 évig is betölthesse funkcióját. Esztétikailag pedig a magyar építészeti kultúra hagyományait tovább vihesse az utókor számára. Reméljük, hogy mindig lakni fogja orvos, házi orvos, és ha lakja, akkor a lakosságnak van házi orvos ellátása. És hogy ez olyan épület, hogy, mint mondtam, én is szívesen kiköltöznék, mert tényleg egy magas színvonalú, magyaros jelleget is visel, hisz az is volt a kormány szándéka mellett, hogy anyagilag támogatta, hogy az ezek az épületek az utókor számára is, azért ahogy valamikor egy gimnázium építése is úgy zajlott, hogy azok ma is funkciójának szépítészetileg is mindenféle szempontból megfelelnek, hogy ezekbe az épületekbe is vigyünk bele egyedi jelleget. Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat alelnöke arról beszélt, Nagy Dorog az elmúlt években látványos fejlődésnek indult. Ennek példája ez a ház is. Gyakorlatilag egy egészen elképesztő beruházásnak és fejlesztésnek lehettünk szem és fültanúi. Makovec benyomást kelt az épület, a minden 21. századi megoldást kielégít. Ez az orvos lakás, amit itt felépítettek nem olyan régen a Magyarország kormányának támogatásával. Tényleg azt gondolom, hogy itt, hogyha Nagy Dorogon végigmegyünk, akkor azt láthatjuk, hogy egy óriási dinamizmus van a településben. Egy ilyen kisvárosi életérzése is lehet annak, aki itt Nagy Dorogon jön, megy, vagy itt él. A mai kor műszaki követelményeinek megfelelő felszereltséggel rendelkező ingatlan egyébként épp szemben helyezkedik el a házi orvosi és a fogorvosi rendelővel, ezzel is megkönnyítve a szolgálatot vállaló házi orvos munkáját.